Szilágyi Domokosra emlékezünk ma, aki 40 éve hunyt el. Poétikájában, akár csak Bartók a zenében, nyugtalanságok egyensúlyát kereste. Klasszikus műveltségű játékos költő volt, aki kitágította a hagyományos műfaji kereteket, új rendbe fűzte a szavakat, sajátos versbeszédet teremtve, amely különböző nyelvi regiszterekből táplálkozik. Szakít a hagyományos lira képi beszédmódjával. Verseiben a nyelvi szerkezetek, szóalakzatok, az egymástól látszólag független máshonnan átemelt szövegek kompozícióba rendeződnek, átértelmeződnek. Az egyik legszeretettebb, legidézettebb erdélyi magyar író, költő volt, aki 1976. november 2-án Kolozsváron önkezével vetett véget életének. November 6-án hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára Szilágyi Domokost, aki a romániai magyar költészet zsenie volt, aki 10 nappal azelőtt tűnt el, és akinek a holttestét a közeli erdőben egy vadcseresznyefa alatt találták meg. 30 évvel később az 56-os forradalom kolozsvári eseményeiről szóló dokumentumfilm forgatása közben a román titkosszolgálat dossziéinak tanulmányozásakor Bénagy Veronika és történész tanácsadója Stefano Bottoni szembesült azzal a ténnyel, hogy egy akkori diáklányról a jelentéseket Balogh Ferenc fedőnéven minden valószínűség szerint egyetemi diáktársa Szilágyi Domokos írta. Az elképesztő és utóbb más forrásokból is igazolódott felfedezés bombaként hatott az erdélyi magyar társadalomra, a magyar irodalmi életre. A filmben Szilágyi István író meséli el a temetés körüli bonyodalmakat. Megszólal többek között Péterfi Irén hajdani diáktárs, akiről a költő ügynökként jelentett. Emlékezik a barát, Pál Lajos, a volt feleség, és elhangzik Bíró József előadásában néhány sokat mondó Szilágyi vers. A filmbeli vallomások még a sajtóbotrány előtt készültek. Szilágyi Domokos ügynök múltja fájdalmat ébresztett a film alkotóiban is. Most a költő halálának 40. évfordulóján még értékesebbek a 10 évvel ezelőtti felvételek. Bénagy Veronika és Sánt Ádám filmje következik. Bőgő is borral brummog, szelíd, ami heves volt, szelíd, ami havas lesz, szín születik, hal a fény. A nap már esőben, az eső esetlen, álmaimból virággá lépik az őszi rózsa. Lám, elkészült minden, s meg is hat minden egy kicsit, köröm közül falunk egy kevés nyugalmat a rövid időre, amíg a must sapsó kiforr. Igen, hát ez lenne. Ezt a helyet mi feleségemmel évente 3-4-szer fölkeressük. Többek között azért is, hogy lássuk, megvan-e még. Másrészt furcsa módon mindig keresni kell ezt a helyet, mert egyre változik a környezet, egyre kevesebb a fa és egyre több a szemét. Hát ez a fa is halálra van ítélve, körbe vágták azért, hogy kiszáradjon és elvihessék tűzre valónak. Nyilván nem tudják, hogy a cseresznyefa nem ég jól. Hol is vagyunk? Hát Szilágyi Domokos itt feküdt körülbelül ezen a 2 méteres helyen, vagy 1 méter 78 centis helyen. Jobb karjára dőlve, sokkal több volt a lehullott levél, majdnem takarta a világos szürke kabátjában fekvő embert. Honnan tudjuk?
Ezelőtt 15 esztendővel Kályakobontól édesapja, Hajdan jeles újságíró elhatározta, hogy megkeresi azt a helyet, ahol Szilágyi Domonkos meghalt. Ehhez följárta a Kányafői út szomszédságát, a még élőket, és rábukkant egy Franyó Sándor nevezetű vésnökre, akinek ide futott ki a kertje, akit tűzifát szedett, és akkor talált rá Szilágyi Domokosra. Első pillanatban nem nézte halottnak, hiszen mellette volt egy háromnegyed részt üres konyakos üveg, egy ásványvizes üveg, tehát arra gondolt, hogy egy ittas ember fekszik, itt nem zavarja. Aztán, hogy az ittas ember nem mozdult, később erre került, és úgy megmozgatta a lábával, látta halott, jelentette, és így került sor erre. Most ezt a helyet megmutatta Jakab Anti bácsinak, aki a bicskájával ide véste azt, hogy ez dé, hát már a fakérek benőtte a helyet, csak épp a sérülései látszanak, talán a D betű inkább. A mai irodalmárok és elemzők szeretik külön választani a költő életét a műtől. Mondván, hogy a mű elemezhető az élet ismerete nélkül is, és az utóbbira tulajdonképpen nincs sok szüksége a mai irodalmárnak, elemzőnek. A 20. századi költőink nagyja esetében jelesül, és leginkább a József Attila és a Szilágyi Domokos műveinek az elemzése elképzelhetetlen a költők életének az ismerete nélkül. Hogy csak az egyik motivumot említsem, vagy az egyik vonulatát ennek az életnek és életműnek, a halálversek, a halálkeresés, a halállal való, az élő ember halállal való birkózása éveken, évtizedeken át, amely itt ért véget. Na most enélkül a vers elég nehezen közelíthető meg. Szilágyi Domokos igazából nem is futott a halál elől, hanem szembe ment vele. Na most ez a találkozás nagyjából itt ért véget, és azt mondhatnánk bizonyos pátosszal, hogy és természetesen győzött a halál. Erre én azt mondom, hogy és természetesen nem győzött a halál, akkor győzött volna, ha most nem lennénk itt, és már a Szilágyi Domokost elfelejtettük volna. Holott az elmúlt két emberöltőben nem volt olyan Romániában élő magyar költő, akinek a műve oly mértékben túlélte volna a költő halálát, mint ez az ő esetében történt. Mondd, milyen színe van az utoljára látott falevélnek? Végig diderekted ezt a hideg világot, kibírtad őszig, aztán úgy nyújtál el az avar fanyarán. Nehogy beléd botoljanak a hangyák, kivártad az elvonulásuk. Húsba csúszott, mondják, a nikkelezett acél símán, mint egy világnézeti tévedés. Szerettünk volna még beszélgetni veled, s addig ordítottunk, míg elhallgattál. Pedig már éppen kezdtünk odafigyelni. Neked sikerült víz alatt fészket rakni, és uram, bocsáss, pontot tenni a mondat végére. Furcsa, bár ő egy híres kóborló volt, tehát váratlanul és láthatólag minden ok nélkül fölült akárhova tartó vonatokra, és ki tudja honnan és hogy került elő, mintha örökké menekülne szinte önmaga elől.
vagy találkozásokat akar elkerülni, vagy, vagy valakivel össze akar futni, tehát szinte kereste az ismeretlent és a kiszámíthatatlant. Mégis, amikor eltűnt és másnap sem került elő, volt egy olyan gyanunk, hogy valami tragikus történt vele. 1976. október 27-én délben 12 óra körül érkeztem haza a nyomdából, de vissza kellett mennem egyre, csak épp hazaszaladtam, hogy lássam, mi van otthon. Sziszmár már fölkelt, általában hajnalban aludt el, délben kelt, és ott volt az édesanyja, nálunk volt éppen az édesanyja látogatóba. Kata, a lányom lázas volt, nem volt aznap óvodába, ő is otthon volt. Sziszt előjött, és mondom, hogy éppen csak téblábolok, és indulok vissza. És azt mondja, hogy menjek veled? Veled mennék én is. És mondom, hogy hagyj szívem, nagyon sietek, és amíg felöltözöl, én egy óra múlva úgyis itthon vagyok. Legtöbb másfél óra, és sietek haza. És jó, ebben maradtunk. És én szedtem a cokmokomat, és elrohantam a nyomdába. És amikor úgy kettő körül hazaértem, nem volt otthon senki, mármint felnőtt, csak Kata játszadozott az ágyba, és kérdem, hogy hol van Domi bácsi. Azt mondta, hogy elment, azt mondta, mindjárt jövök. És Judit néni, ugye ő is elment. És hát tudomásul vettem, vártam vagy egy fél órát, és nem tudtam elképzelni, hogy hol van. És aztán nem jött, nem jött, nem jött. És akkor aggódni kezdtem, kirohantam telefonálni, még telefonunk nem volt, csak telefonszámunk. Azt tervezte, hogy körbe telefonálja majd a fél Európát. Csiki Lacinak szóltam, hogy Sziszt valahova elment, és nehogy valami baj essék, nézzenek utána. És aztán jöttek a várakozás teljes napok. És pénteken postán megérkezett a levele, és ennyi. És akkor elkezdődött egy kapkodás, hogy minél előbb temessük el. Hogy szó se lehet arról, hogy a Farkas utcai egyetemiek háza terméből vigyük ki a házsongárba. Na most én erre, mert ugye azokban a napokban egy csomó minden rajtam és általam keresztül is történt a temetés körülményeit tekintve, meg egyebeket is. Tehát én azt mondtam, hogy hát nem lehet, hiszen ide kell érkezniük a magyarországi írókollegáknak, és hát az országból is, más városokból is, hiszen Szilágyi Domokost igen sokan ismerték. Most a hatóság éppen ezt nem akarta. Tehát, hogy minél hamarabb temetődjék el a holt, és a temetés, és utána a felejtés fájtla, szóval az boruljon az egész ügyre. Persze nem tudták, nem merték megakadályozni a család akaratát, meg szándékát, meg a hozzátartozókét, úgyhogy 6-án került sor a temetésére. Akkor valóban eljöttek a magyarországi írótársak is, Nagy Lászlótól, aki nem sokára meghal, Csóri Sándorig, Sánta Ferencig, Szakolcai Lajos itt volt, hát ezek a fényképeken is láthatók, sőt Lászlófi Aladárral és velük együtt váltásba, együtt vittük ki a koporsót
a teremből, és tettük a gyászkocsira. Olyan, mintha tavaly lett volna, vagy nem tudom én. Tehát van hisznek valahol egy sora, hogy az öregek könyvében, hogy leélni az életet a növekvő halállal. És ez folyik. A búcsúztatóinkat rendkívüli módon megcenzurázták, és a Hosszú délután című verset, amit a Szilágyi Domokos képe alá szerkesztettünk, vagy oda helyeztük el, ugyan a képpel egy hasábra, azt mindenképpen kivették, holott a vers azelőtt már megjelent. Csak úgy látszik, hogy valamiféle üzenete volt ennek a versnek a búcsúztatóink szövegével együtt erre a pillanatra vonatkozóan. Valahogy meg kellett győznünk őket, hogy nem nektek halt meg, hanem, és talán nem is közvetlen, nem is voltatok közvetlen okozói ennek a halálnak. Persze érdekes módon Szilágyi Domokossal kapcsolatban, még a halálával kapcsolatban is tulajdonképpen mára lesz világos egy csomó minden. Mára értünk meg egy csomó mindent, nem csak az életéről, hanem a haláláról is. Harangoznak monostoron. Isten, kegyelmes ostorom, add, légyen égi kóstolóme hang, amely az őstoronyegéből hajnal násztoron, szerelmetes szent pásztorom. Száll légen égen át, orom, tető fölött a házsoron. Isten, kegyelmes ostorom, harangoznak monostorom. Különbnek éreztük magunknál, jobb diák volt mindannyiunknál. Az már az első információink közé tartozott, ahogy megismerkedtünk az tanévkezdés első napján, hogy Szilágyi Domokos felvételi vizsgát tett, pedig, mint tiszta tízessel érettségizett diák, besétálhatott volna kényelmesen, mosolyogva az egyetemre. Ő nem engedhette meg magának, hogy lemondjon az ösztöndíjról egy fél évig, az első vizsgaszesszióig, mert így hangzott a minisztériumi szabály, hogy aki felvételi nélkül élve a tiszta tízes érettségi jogával bevonul az egyetemre, az viszont a következő vizsga időszak eredményeiig nem jogosult ösztöndíjra. Ez volt az első különbség. Ez volt az első különbség, ami jelezte, hogy milyen anyagi keretek között, milyen anyagi megszorítások és önmegtagadás és önfegyelem közepette nőttek fel a szilágyi gyerekek abban a református paplakban. Én egyfolytában barátságban voltam vele. Úgyhogy mikor meghalt, akkor Kolozsvárról ide telefonáltak, hogy nincs itt. Még nem tudták, hogy hol van. Itt keresték. 1956 őszén ismerkedtem meg vele, Szilágyi Domokossal, amikor én elsőéves voltam. Volt egy klub helyiség a Mariánum földszintjén, és ott beszélgettünk többször, aztán elkezdett udvarolni a nagyon jó barátnőmnek, Áradi Jánosének, és így már még gyakrabban találkoztunk. Azt hiszem 57-ben albérletbe költöztek Pálaival, nem messze az egyetemtől,
És akkor már gyakran töltöttünk négyesben egy-egy délutánt, egy-egy estét. Emlékszem, hogy volt ott egy kis kocsma, nem messze, az is nem messze az egyetemtől, egy egész kis szobácska volt, ilyen piros kockács abrosszal. Aztán ott ültünk, és váltottuk meg a világot. Ha valakit barátjául fogadott, vagy szeretett, vagy szerelmes volt, akkor nem a külsőséges eszközökben, de a ragaszkodásban, a hűségben épp olyan kitartó és erős volt, vagy annak látszott, mint általában a tanulásban, az általa kitűzött célokban. Nagyon hamar felismerte a rendeltetését, a hivatását, a tehetségét, és én nem tudom, hogy hogyan tudott egyszerre szerény és gőgös lennie. Úgy átlibögett minden fölött. Kicsit a fejét úgy félrefordította, és hát emlékszem egy olyan dolgokról, hogy vettünk ott kalapot. És akkor írtam én a verset, hogy nem feküdtem a kórházba, hogy busliften nővig valamindig a szürke kalappal. És hát a kalapja nem tetszett, és könnyedén bedobta a nagy kalapot a szamusba. És utána tőlem is ezt kívánt, ezt én is bedobtam a szén fekete kalapomat a szamusba, és látom a két kalap, hogy elúszik a szamuson, a hídról. Hontalan fények közt otthonos lélek, mindentől, ami volt, mindentől félek. Könnyező csillagszem bárány a késtől, félek a sajgó megismeréstől. Akad-e valaki még számban gyöngyöznek keserű igék? Csillagok pislognak kialvatlanul, a fény remegni tanul. Menykő igazságok között vacogva világom szétszakadt darabokra. Akár a testtől, pokol a magasségtől, befejezés a végtől, a kezdet a nyitástól, sírás a csitítástól, az eszmény a halottól, élő a meghalottól, halott az élve holttól, és a mozsáktól, fölrúgottalni törvényt, ami volt, ami most meg se történt, és ami lesz, ami lesz halálig, még ma halálra válik. A szólott szó is szótlan, a való is valótlan, a létező is létlen, a vétkező is vétlen, az ártatlan is ártó, a föld égre kiáltó, és tettető a tettes, és kegyetlen a kedves, és a kegyes kegyetlen, az összesség egyetlen, több a kevés a soknál, és több a csönd a szóknál, és csupa sebb vagyok már, és már nem szól senki értem, és én nem értem. Nem értem. Magamat világgá kiáltván állok kéretlenül a vártán. Éget a szó, éget, eléget. Adjatok oltó égéket. Romlandó húsom végét a rögben, hinnem az útban, örökben. Az útban, mely veszni nem ereszt, és amely örökös újrakezdés. Elmondhassam, hogy megcsaladtam, nemet vetvén, igent arattam. Volt egy nagyon fontos momentum, amikor a Karikis Bizottság tagjait,
behívták, tudom, minek nevezzük, ellenőrzés, átvilágítás. A folyosón álltunk, és vártuk, hogy én sorra kerüljek. Nem emlékszem senki másra rajta kívül. Csak tudtuk, hogy arról kérdeznek, hogy mi a véleményünk a forradalomról. És akkor kérdezte Sziz, hogy hát te mit fogsz mondani, és akkor én mondtam, hogy azt mondom, hogy forradalom volt. Nagyon próbált rábeszélni, hogy ne legyek ilyen makacs. Sajnos nem hallgattam, mint általában. Mindig a saját fejem után mentem. Hát nem tudom, hogy mentette volna engem, vagy nem az adott helyzetben egy másféle nyilatkozat, de olyan aggódó és szeretetteljes hangon kapacitált, hogy ne, fölösleges, tehát most már nincs miért, nincs értelme. Bevittek a Securitatéra, és ott bezártak egy kis, olyan kis cella volt, hogy nem csak állni lehetett benne, és hagyták, hogy főjek ott a saját levemben. És akkor ott nem is tudom, mennyi ideig tartottak, fölvittek a kihallgatóhoz, és az felvette a személyi adatokat, és hát neki fogott kérdezni. Ezt én megfogalmaztam volt még a börtönben magamban, hogy azt se oktatták ki az előtti tanulmányaim ideje alatt, hogy hogy kell viselkedni a Securitatén. Szerinted lehetett nemet mondani? Lehetett. Mindig? Lehetett. De mondom, hogy ez kellett az a bizonyos hájkovácsosság, hogy nem hittem el, hogy velem is megtörténhet. Az a változat, hogy aláírjam, ez hiányzott a gondolkodási készletemből. Csak az, hogy hogy úsztam meg, hogy ne írjam alá. Az ember a börtönben minden jó meggondol, átgondol. Sőt, a vallatásoknál vártam, hogy mikor jönnek elő egyáltalán Szilágyi névvel. Soha meg sem említették a nevét. Még az is kérdés volt, hogy abban a cukrászdában akkor mit ittunk. De hogy vele ittam, azt nem mondták. Vagy nagyon meg akarták őt kimérni, hogy másra fogják felhasználni. Nem szabadulsz, az üszkös napok kísértenek. Nem szabadulsz, hány halál halott int neked. Nem szabadulsz, álmodban nyöksz, kiáltozol. Nem szabadulsz, soha elidérsz nyomás alól. Nem szabadulsz, lelkedem bűzös átok tesped. Nem szabadulsz, nem feledhet elkínzott tested. Nem szabadulsz csupa csontbőr emlékeidtől. Nem szabadulsz pokolban égett éveidtől. Nem szabadulsz, beléd süttettek, visszajárnak. Nem szabadulsz, nem szabadulsz csak a halállal. Nem szabadulsz, viaskodsz tűnt kísértetekkel. Nem szabadulsz, de izzó vád vagy, élő fegyver. Mennyi erő pusztán az is, hogy nem feledhetsz. Mennyi erő egy gyönyörű új küzdelemhez. Mennyi erő, hogy harcra kész vagy, mint halálig. Mennyi erő, hogy nincs halál, amely megállít. Mennyi erő, hogy volt értelme jajnak, kínnak. Mennyi erő álmodni húsvér álmainkat. Váradi Emese volt a Diák évek nagy szerelme. Ő nem volt az a fiú, aki egyik nap ennek udvarolt, és másik nap valaki másnak. Szinte egyik napról a másikra szakított Emesével. Itt most, ahogy rakom össze az adatokat, itt tudom, hogy
hogy addig leadhatta a papírjait, és akkor elhatározta, hogy nem. Akar mi történik tovább, ma nem. Inkább szakít temesével. Nekem sem mondta el. Nekem volt egy olyan feltevésem, ez sem biztos, hogy valódi, hogy vele is zsarolhatták Sziszt, hogy vagy Emese, vagy én, mert hogy eleinte ugyanazzal vádoltak az iratokban mindkettőnket, és akkor egyszer csak eltűnik az Emese neve. Igen. Kém vagyok, jó urak. De sokkal titoktalanabb, mint gondolnák. És éppen ezért sokkal veszélyesebb. A félt hatalom ügynöke vagyok. És ez a hatalom nagyobb, mint börtönök, ítéletek. A neve lelkiismeret. Mert nagy az én bűnöm, nyitott szemmel járok, ha szabad vagyok, és huny szemüveg közt, aki lát, bizony kém az, pereát. Két névről tudunk, két beszervezett ügynökről, akit jelentettek többször Péterfi iréről, és hozzájárultak ahhoz, hogy elkészüljön a bűnvádi eljárás és később a peranyag. Az egyiknek a fedőneve Pavel volt, őt már sikerült hivatalosan is dekonspirálni. A második eset ennél sokkal döbbenetesebb és tragikusabb egyben, mivel bár hivatalosan még nem sikerült a dekonspirálás, minden jel, és hát elsősorban magának a Securitate-nak az irattára az egyik oldalában azt mutatja, azt írja le, hogy Balogh Ferenc fedőnevű ügynök alatt Szilágyi Domokos költő áll. Egy ilyen történetet nem lehetett csak úgy ennyiben hagyni, és a dossziéban meg beszélgetésekben megkíséreltük felfedezni, hogy mindez hogyan is történhetett, és hogyan működhetett, mert Ez mindenki számára döbbenetes és nagyon szomorú volt. Amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy nyilvánosságra kerüljön a teljes dokumentum, megnyugodtam. Mert a legtisztább dolog a tények ismerete. Nem filozofál mindenki, így is mindenki a maga módján magyarázza. De tudjuk, hogy mi van. Ezt tudni kell. Oda kell állni, meg kell mondani. Nincs mit takargatni, sunnyogni. Ezzel semmi jót nem teszünk. Balogh Ferencnek a tevékenysége két időszakban követhető csak eddig. Egyrészt 1958 folyamán, az Irénke, a Pál Lajos és Lakóelemér és Varó János elleni eljárás során. Másrészt egy második időszakban, 1963 és 65 között, amikor Szilágyi Domokos Bukarestbe költözött az egyetem elvégzése után, és ott dolgozik, bár nem alkalmazott.
Ezek a jelentések a bukaresti magyar értelmiségről szólnak, tehát Szász János, Domokos Géza, Majtényi Erik köréből származnak, és arról adnak egy képet, hogy miképp vélekedik a bukaresti magyar értelmiség a politikai változásokról. 64-65 körül elég nagy belső mozgások érzékelhetőek a bukaresti pártvezetés politikájában, 64-ben a függetlenségi nyilatkozat, 65-ben Görgüdés halála és Ceausescu hatalomra kerülése, és élénk viták vannak a legbelsőbb magyar körökben is, hogy milyen kezdeményezéseket lehetne most tenni, milyen lapokat lehetne indítani, mit lehet, illetve mit kell kérni most a pártvezetéstől egy ilyen újabb helyzetben. És mindenről a Securitatének ennek köszönhetően első kézből voltak információi. Feszülő ideggé sodort, mi átment rajtam, ami volt. Sodortak álmatlansággávások, napi kis megalkuvások. A kín, hogy tisztának tudjam magam, mert a jónak nagyobb ára van. Hogy hű maradjak azokhoz, akik hűk voltak hozzám, aki leszek. Energiaforrás. Mint hasadó urán magam is vagyok, de nap-nap után hatalmasabb, mert értelmes. Tehát velem számoljanak előbb a diplomaták, mert időm kevés. S fogatlan a kísértés, hogy olyanná pofozzon a mindent megértés, ki az alázatra is ráér, körömfeketényi szabadságért. Elmondhatom, hogy ő rab volt egész életében, és én, mivel megúsztam, hogy aláírjam, Én szabad voltam a börtönben is, mert nem a külső körülmények, nagyon nehéz elviselni, nem akarom minimalizálni most én a börtön nehézségeit, mert iszonyú dolog 20-25 éves korodig börtönben ülni, máskorban is, nem csak akkor. De van egy belső szabadság, amit nem lehet elvenni. Csak így. Ilyen módon, hogyha olyan dologra kényszerítenek, amivel nem értesz egyet, ami miatt iszonyúan fáj a lelked. Sosem mondott rosszat Jelinkéről nekem. Nem tudom, hogy... Mert a későbbi papírból kisi, hogy nem is olyan immelámmal jelentett, hanem tudatosan is, és fokozva. Nap szállta. Már kiéri meg. Még visszanéz, szalad, liheg. Van út. Kiút nincsen. Ha már halni kell, hát szemből halál. Szemből szívem, egyen valóm, hadd lássalak még meghalón, érezzelek, tapintsalak, aztán nincs már kín, nincs alak, verejték, szégyen, semmi gond. Miért fut az élet a bolond? Utolsó percig. Nincsen ír rá, toll, tinta, kéz, amely leírná, agy, hogy fölfogja, lássa szem. El vagyok veszve, azt hiszem. Az én véleményem az, hogy Szász ezt csak fizikai, vagy pszichikai, vagy mindkettő kényszer alatt vállalta, és iszonyúan szenvedett miatta. Ezt különben érzékeltem is, amikor találkoztunk később.
valami olyan szenvedés árad belőle, amit nem tudok hasonlítani semmi máshoz. Sehol nem érzékeltem olyan fokú szenvedést. Nem tudtam a magyarázatát. Nem is hittem volna el, ha mondja valaki. De folyton, mintha egy ki nem mondott dolog lebegett volna közöttünk, amikor találkoztunk és beszélgettünk. Nagyon fájdalmasnak tartom, mert tudom, hogy tulajdonképpen az életével fizetett. És leginkább az a nem csak fájdalmas, hanem a megrendítő és megdöbbentő, hogy most beszélünk róla, hogy ezt tette, és nem látom azt, hogy valaki érdeklődne a háta mögött álló erőkről, hogy ki fogja azokat az embereket kérdőre vonni, akik erre kényszerítették, és akik végül is megölték. Hol lássak egyet, aki nem, hogy megbüntessék, hanem aki mondja azt, hogy én voltam, én kihallgattam, vagy kényszerítettem, vagy megvertem, vagy megpofoztam, vagy bármi. Senki. Mindenki parancsra cselekedett. Ez ugyanaz, mint az Auschwitz ügyben. Mindenki csak parancsra tett mindent, és ismét az áldozatokon csattan az ostor. Alulírott, alulírott, ideiglenes, mindörökké, meghallgatván a végítélet trombitáját Onegger dallam volt talán, alulírott rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott, átmenet, remény s rettenet közt, alulírott, ideiglenes, mindörökké, alulírott a hetedik, a huszadik, az ezredik, milliómodik halál, és millió egy születés súlya alatt alulírott. Nem véletlen, hogy Sziszony gyilkos lett. Ő már azt se, nem csak azt nem tudta elviselni, hogy a hajszolják a kenyérkereset után. Gondolom, hogy benne lehetett a rettegés is, hogy mikor kerül megint a névsor elő, mikor lesz szükség rá. Hát nem lenne méltó hozzá, hogy azt mondjam, hogy sajnálom, mert ő annál több, mint hogy sajnálni lehessen, hanem hogy fáj. Nem az, hogy rólam írt, hanem az, hogy neki így kellett élni. Egyedül vagyok, mint a sárga napra forgó szomorúsága. És mint ki termett szomorúságra szólani szórt igét. Úgy szólom szét, marokra fogva, fémes búzám, kit sziklafokra, kit bölcsen termő talajokra, talán a sors kivéd. Mint ki termett szomorúságra, egyedül vagyok, mint a sárga napra forgó szomorúsága. Talán a sors kivéd. Igéim vérem szólva szórtam, nem kérdeztek, csak válaszoltam. Ügyetlen én mindig ki voltam, mint olyan, aki vét. Egyedül vagyok én, a napra törő virág, mind magasabbra, bánatom féloldalra csapva, akár a sárga sziromsapka. S ha majd a földi lét kivet magából, hogy kiköpve kóricáljanak mindörökre,
mert visszatérés nincs erőgre, hagyván halott igét. Orgona futam, Szilágyi Domokos emlékére. Napok forognak, jönnek esték. Foroghat Vivaldi meg Handel, foroghat még örömre rest ég, Isten megáldít, majd elrendel. Előle nem rejt maszk, se festék, a hallgatag menny föl se szentel. Sokan hiába azt keresték ki, sorsuknál is többre ment el. Esendő voltuk, mind megesték, Mozart, Vivaldi, Bach vagy Handel. Ha más üdvöt nem hint e rest ég, külön békét kötünk a csenddel. Kitalálta a halált, széppé tette, hogy ne lássam, s hogy ne sírjak, könnyeimet gyöngyé fagyasztotta. A fák büszkén viselik angóra lombjaikat, szelít karmú cinkelábak alatt jég xilofon csetten. Csontja ezüst jégből, bőre tejút hideg gyolcsból, szaptalan, szigorú, szép lilium, jön, jön a hópihez szírmú, szememet lefogja. Megjöttél, kicsike, de megám. Körülvettenek engem az élet ördögei árnyai, húsvér árnyak. Közöttük csak pokolra szállani lehet. Megszokható. Hisz évezrede megunt következetességgel ott az igazi cirkumdederront. Vettenek körül engem rózsák, liliomok, talajuk televény lélek, talajuk lelki homok, terméketlen poézis és meddőség buja. És itt csukódik be a költészet kapuja. Körülvettenek engem, körül hogy vettenek? Hogy iszonyú pofájuk csupa egy rettenet, hogy csupa borzalom, megkísértés, tömény kárhozat. Isten, Isten, erre ítéltettem én. Körülvettenek engem a világ dolgai, és nincs erő közülük kiszabadítani. Talán nem is akarnám. Tán így rendjén való. Halál elől ne meneküljön az, ki meghaló.